A Magyar Vöröskereszt nagykanizsai területi szervezetének ma már stratégiai partnerei vannak a külső helyszínekre szervezett véradásokhoz. Tegnap az inkubátorházban várták a segítséget nyújtó kezeket. Évente több alkalommal szervezünk kitelepüléses véradásokat. Ez azért is fontos, mert így a különböző helyszíneken tudnak különböző emberek jönni vért adni, tehát hogyha épp munkahelyekre megyünk munkaidőbe, ez azért jó, mert ilyenkor nem kell otthagyni a dolgozónak a munkát. Ide is az inkubátorházba évente több alkalommal jövünk. Elmondható, hogy az évek során nagyon jó kapcsolat alakult ki a Vöröskereszt, illetve az inkubátorház között, amely a mi munkánkat is megsegíti, ugyanis egyre nehezebben találunk olyan helyszínt, illetve céget, amely szívesen fogadna minket munkaidőben. A szabadságolások miatt az inkubátorházban is csökken nyáron a véradók száma, de a többi időszakban kedvező a résztvevők létszáma. A kezdetektől fogva mi együtt működtünk a Vöröskereszttel, főképp azért, amikor még nem volt bevezetve az inkubátorház, mint fogalom itt Nagykanizsán. Nekünk is jó volt egyrészről, hogy az emberek megtudták azt, hogy hol van az inkubátorház, a dolgozók, cégvezetők megismerték a mi tevékenységünket, másrészt pedig a társadalmi szervezésnek a fontossága miatt vállaltuk ezt az együttműködést és a helyszínek a biztosítását a véradás számára. A Kanizsai Vöröskereszt következő akciója augusztusban lesz. A hagyományos nyári véradóhét 5-én hétfőn kezdődik.